Rét. A kis zöld akármi bolyhos réten él. Egész pontosan itt, a babszemházban. Már biztosan tudjátok, milyen sokféle állat él bolyhos réten. És tudtok egy-két dolgot a pónikról, a kiskutyákról, vagy a rossz csont kismacskákról. De lehetséges, hogy a kis zöld akármiről nem sok mindent tudtok. Azon kívül, hogy kicsi és zöld. Egy dolog igaz rá. Az, hogy ez a kis zöld akármi nagyon aranyos. Nézzétek csak a mosolyát. Pindur szerint a kis zöld akárminek van a legédesebb mosolya bolyhos réten. Történetünk kiabálással kezdődik. Ez nagyon szokatlan bolyhos réten, mert itt mindenki nagyon kedves, és ezért nagyobb a csend. Gyűlölöm a citromlekvárt, kiáltotta George a zsémbes sárga kutya. Szerintem Fincsi, kiáltotta Terence a béka. Szerintem undorító. A kis zöld akármi odaugrált hozzájuk. George és Terence együtt ebédeltek. Ez nem történik meg túl gyakran velük, ami valószínűleg nem is baj. George mindig zsörtölődik, és ez bosszantja Terence-et. Mások furcsálják is, hogy ilyen jó barátok. Végül is csak kiabálnak egymással. Ez Fincsi! Nem, vacak, mondta George, miközben Terence egy lekváros kenyeret próbált a szájába tömni. George nagyon dübegurult volna, de meglátta a kis zöld akármit. A kis zöld akármi kíváncsi mosollyal nézte George-ot. George visszamosolygott, persze csak egy kicsit. Majd Terence is. Látjátok, a kis zöld akármi olyan aranyos, hogy mindenki mosolyog rá. Amint George és Terence kezet fogtak, a kis zöld akármi érdekes hangot adott ki. Amolyan csiripelést, csipogást. Bab volt az, a kis madár, aki a falon ült. A háttérben egy légballon szállt fel. Nagyon szép volt. Bab a léggömböt figyelte, ami egyre magasabbra emelkedett. Ahogy elhaladt a feje fölött, végigkövette a szemével, és lepottyant a falról. Szegény Bab beütötte a fejét, és sírni kezdett. George és Terence a hang irányába futottak. Jól körbenéztek, még meg nem látták őt. Amikor felsegítették, Bab akkor is sírt. Nagyon megijedt, és szomorú volt. Miközben a kis zöld akármi aggódva figyelte George és Terence, segíteni próbáltak. Próbálkoztak raktapasszal, mézes, citromos üdítővel. Még meleg törölközővel is betakarták, de Bab tovább sírt. Hogyan segítsünk neki? Kérdezte Terence. A kis zöld akármi sem tudta a választ. De ismert valakit, aki talán tudja? Valakit, aki okos? Paolót, a macskát. Ezzel a kis zöld akármi határozottan sikított, és felkereste őt. Paoló nem tudta, mit tegyenek. De majd a könyvek segítenek. Megnézzük, mondta mosolyogva. Kinyitott egy nagy könyvet. Rengeteg szám volt benne, de arról semmi, hogyan nyugtassák meg Babot. Fellapozott egy másikat. Ebben rengeteg nehéz szó volt. De hogy hogyan nyugtassák meg Babot, arról semmi.
Délután Paolo az összes könyvet elolvasta, de egyikben sem talált semmit, amivel segíthetnének Babon. Paolo életében először felsült. Bab közben meg csak sírt. Nagyon sajnálom, mondta a kis zöld akárminek. Nem tudok segíteni. Paolo elszomorodott. A kis zöld akármi finoman sípolt. Így közölte Paolóval, hogy semmi baj. Te mindent megtettél, mosolygott Paolóra. Paolo is visszamosolygott. Most már nem volt annyira szomorú. A kis zöld akármi, látva Paolo mosolyát, eltűnődött, talán már régóta tudja a választ. Gyorsan visszapattant oda, ahol Bab sírt, és mosolyogni kezdett. Olyan aranyosan mosolyog. Bab ekkor abba hagyta a sírást. Látva a kis zöld akármi kedves mosolyát, rögtön jobb kedve lett. Amikor Bab újra csiripelt, a kis zöld akármi rádöbbent, hogy olykor egy mosoly a megoldás. Amikor elhaladt George és Terence mellett, tudta, van még egy nagyon fontos küldetése. Megállt, rámosolygott mindkettőjükre, és azt sípolta. A citromlekvár az fincsi! Majd rájuk mosolygott.